Itt vagyunk, itt vagyunk. Éppen belemerültem, ugyanis az m4.hu, képzeld el, azzal indítja a mai reggelt, amiről beszéltünk. A nyaralás, a szezon és a Balaton. A külföldiek nélkül olcsóbb lesz idén nyáron a Balaton címet kapta a cikk, és itt alapvetően a, nem feltétlenül a lángosos hekkesesről van szó, hanem a hotelekről, mert hogy nem tudnak akkorát emelni ugye a külföldiek hiánya miatt. Így a megkérdezett szálloda tulajdonosok 1-2%-os emelést tudnak végrehajtani, és hozzá is teszik egyébként, hogyha külföldiek lennének, akkor nyilván jobban meg tudnák nyomni az árakat, de hát most nagyon kicsi lesz a kereslet azért, mert hogy a hazai turizmusra kell építeniük. Sok helyütt 30-40%-os a kihasználtság, vagy arra lehet számítani, ami alapvetően még mindig a veszteséges kategória. Július közepétől augusztus 20-ig tartó főszezonban most 80%-os foglaltság látszik, ami hát arra az időszakra, arra az egy hónapra talán egy ilyen nullát vagy kis nyereséget kihoz, de ugye az egész év az botrányosan rossz lesz valószínűleg a balatoni szállodásoknak is. Van itt egy összehasonlítás, és ugye az örök vita, hogy itthon nyaraljunk a Balatonnál, vagy menjünk a tenger mellé, és hát nem tudom, hogy ugye nincs itt bontásban, hogy milyen szállás, vagy hogy mekkora költés, költőpénz van beleszámítva ebbe a kalkulációba. A Balatonnál 250-300 ezer forintból jön neki a számítás szerint egy egyhetes nyaralás két főnek, 4 csillagos szállodával, míg Rodoszon 450-500 ezer forintos kategóriába tartozna ez, a, ez az utazás. Ugye ezek nehezek, ezeket az összehasonlításokat nehéz úgy készpénznek venni, hogy az embernek a saját igényeire szabad. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy a Balatonnál egy 4 csillagos az jó megoldás, pont azért, mert sok szolgáltatást ad, és a rossz idő ellen talán védve vagy egy belső wellness ellátottsággal, míg Rodoszon például nem kell, hogy ilyet vegyél. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy a számítás alapja miatt ugye azonos kategóriákkal számolt a cég, és így jött ki. Ugye az m4.hu-n lehet bogarászni a balatoni nyár meg a tengerparti összehasonlítás témájában. Az a helyzet, hogy Rodoszról éppen képben vagyok, mert rajta van a nyári bakancslistán. Aha. És az érdekes, hogy ott is az látszik, hogy egy-két kirívóan alacsony ajánlat mellett teljesen átlagos árak vannak, és ilyen kíváncsiságban mindig lefuttatom a last minute tesztet, és úgy tűnik az idén nyár az ilyen, tehát nem csak a légitársaságok mondják azt, hogy eltolódott ez a bizonyos görbe, amiről beszéltünk múlt héten, hogy egyre inkább az utolsó pillanatokra hagyják a foglalást az utazók, hanem a szállásoknál is ez a jellemző. Tehát mindenki fél a második hullámtól, egyáltalán, vagy ha nem is a második hullámtól, attól, hogy ki tudja, mi lesz két hét múlva, tudunk-e utazni, vagy maradunk itthon, hogy tényleg az látszik, hogy egy héttel, másfél héttel indulás előtt eldöntik, hogy akkor most külföld vagy belföld. Már most látszik ez, az, hogy mondjuk a 3-4 nappal későbbre, 3-4 nap múlvára sokkal jobb ajánlatok vannak, mint mondjuk a következő hónapokra, hetekre. Úgyhogy ez valószínűleg a szállásoknál is így marad. Ez Rodosznál is látszik, tehát. És nem csak arról van szó, vagy itt természetesen arról is van szó most még, hogy a június vége az még egy nehezebb megközelíthetőség, ott júliusban nyitnak, de olyan országokban is, olyan nyaralóhelyeken, ahol már nincs ilyen probléma, ott is ugyanez látszik. Úgyhogy valószínűleg ez marad majd. Nagyon nehéz ilyen összehasonlításokat egyébként csinálni reálisan, 4 csillagos szálloda. Akkora különbségek vannak az árakban, ráadásul a szállás árak is pontosan ugyanúgy változnak, még jobban és durrában változnak, mint a repülőjegy árak, mert a repülőjegynél legalább az algoritmus áraz egy cégnél mondjuk, itt viszont rengeteg szállásadó ül ott, és mozgatja az árakat, és ha nem jönnek foglalások, akkor leviszik, és mindig vannak alacsony árak. Tehát ha mondjuk az ember nem irodával megy, hanem egyénileg szervez, akkor kb. Naponta, két naponta teljesen más árakat, teljesen más szállásokat lát olcsónak a rendszerben, úgyhogy ezek az összehasonlítások azért mindig sántítanak, nehéz egy átlagot vonni, hogy most egy 4 csillagos szálloda a Balatonon, meg Rodoszon, meg akárhol éppen mennyibe kerül. Úgyhogy ezt azért szerintem érdemes hozzátenni. Na, én Nagy László Nándor kollégától a világgazdaságból idéznék. Csak arányaiban nő a bankkártya használat. Értékben azért jó nagy zakó volt itt a válság kapcsán. Azt írja a legfrissebb
bankkártyás használati adatok alapján, hogy a készpénz helyett hiába használták jóval többször a kártyákat az emberek a veszélyhelyzet elrendelése után, mivel a korlátozások miatt az eladások nagyobb mértékben csökkentek, 20-30%-kal is kisebb volt összességében a bankkártyás vásárlási forgalom. És akkor még nem is beszéltünk a leginkább sújtott ágazatokról, ahol akár 90%-os is lehetett a zuhanás, de például a taxis személyszállításban is a felére esett a kártyás fizetési forgalom. Úgyhogy érdekes számok jöttek, ezt is érdemes elemezgetni, illetve elolvasni a világgazdaságban, ahol a vezető anyag az Opus új vezérigazgatójával készült interjú. Az Opus szélkeresztjében több társaság is van, köztük energetikai és turisztikai ágazatokból is vannak ilyenek. Ha a körülmények optimálissá válnak, akkor az atomenergia és a környezetvédelem területére is beléphetnek, mondja az új vezérigazgató Dzsubák Attila Zsolt a lapnak. Portfolio.hu ma reggel a Wirecard, ugye, tehát szerintem ma reggel már mindenki a Wirecard-dal foglalkozik, legalábbis a nemzetközi gazdasági sajtóban is. Ugye hát óriási botrány van, mi tegnap... Hát ugye a nemzetközi sajtó már hónapok óta foglalkozik velük és nyomja ezt a botrányt. Ugye hát igen, csak most hát meg most omlott össze totálisan az árfolyam. Uh-huh. Tehát ugye mi is tegnap a piaci hotspotban beszélgettünk erről, és még onnan, tehát akkor már 25 euróra esett ugye a lokális 100 és az abszolút 140 eurós csúcsáról, és ez volt a pénteki záróérték a 25 euró, és a 25-ről tudott még 14-re esni tegnap, tehát gyakorlatilag minden nap esik 40%-ot, most egyelőre úgy néz ki, és így konvergál a nulla felé a Wirecard, mert hogy nem tud elszámolni egy méretes összeggel, 2 milliárd euró nyi készpénz az, amivel nem tud elszámolni, és hát mindenféle fiktív ügyletek kellett fölpumpálva a cég, gyakorlatilag ez az alapsztori, de aki bővebben érdeklődik iránta, az a portfolio.hu-n ma reggel megtalálja az erről szóló írást. Na, a zenélünk... A problémákról az első sajtóhírek megjelentek, akkor... Mekkora botrányt csaptak, mármint ő maguk. A botrányt csaptak, kézzel lábbal tiltakoztak, ők és a mindenkit feljelentenek, és hogy képzelik. És... Igen. Nagyon durva az egész. Igen. Na, zenélünk, és akkor ha már így bele kóstoltunk a tőzsdébe, akkor nézzünk egy nagyobb összefoglalót a zene után, tehát amikor visszajövünk.